2,5 éve ismerkedtem meg ezzel a technikával, és azonnal elvarázsolt. Nagyon készültem rá, hogy találkozzunk valami rejtélyes vonzalom hozott Andihoz, és ez azóta is fennáll. Nekem a selyemfestés az egy olyan kikapcsolódás, amikor megszűnik minden, ami körülöttem van, és el tudok mindent engedni. Úgyhogy ez éppen egy víz ihlette hangulatkép, mondjuk így. Szárazon feszítjük ki a selymet, és utána bevizezzük, de akkor még semmi nem történik, azért vizezzük be, hogy szépen kifeszüljön a selyem a keretben, ugyanis ugye nem érhet hozzá az asztalhoz, mert akkor nem terül rajta a festék, hanem elfolyik. Amikor megvártuk, hogy megszáradjon és kifeszült a selyem, akkor utána különböző technikákkal lehet festeni. Ez egy ilyen vizes technika, amivel ez készült, ez a kendő. Tehát ez sok vízzel, merészen használva a színeket, érzések alapján. Ezt a tájat korábban elvadult szőlő lepte el. Az új tulajdonos Meleg Andrea azonban megszelídítette, mely fontos volt számára, hiszen ide álmodta meg selyemfestő kertjét. Faház, filagória, néhány gyümölcsfa, pár bokor, cserje, ami emlékeztet a korábbi tájra. Ez a kis dombtető most már kiválóan alkalmas álmai megvalósításához. Az eredetileg grafikus végzettségű Meleg Andrea már 13 éves selyemfestéssel foglalkozik. A koronavírus világjárvány karantén ideje alatt ő itt épít alakítgatta kertjét. Az ácsok jöttek, kőműves, mindent szerveztem, tettem, vettem, és június 13-án volt a kertnek a megnyitója. Mi lehet, hogy most úgy tűnik, hogy túlzás még kertnek nevezni, de minden indul valahonnan. És egy pontot ki kellett jelölnöm arra, amikor a megnyitó van meg, már szerettem volna, hogy nyáron tudjanak jönni ide festeni, aki szeretne, illetve tulajdonképpen magamnak találtam ki először festőhelynek ezt, de legjobb megosztani másokkal is ezt az élményt, úgyhogy workshopokat, akár egész naposat tartok itt, hetente egyszer-kétszer, és most is az egész nyár még szervezés alatt van, mert hirtelen egyszer csak így kitört, ránk tört a nyár, valahogy így a tavasz elmaradt most az életünkből, de azt remélem, hogy amilyen őszök vannak, meg amilyen telek, akár meddig lehet itt festeni, mert minden hőmérsékletben más tudunk festeni, úgyhogy szerintem ez akár meddig jó lesz, akár egész évben. A kertben csend, nyugalom uralkodik, csak a természet hangjai adnak életjelt magukról. Néha egy kakas kukorékolás, néha egy madár, csicsergés, most éppen nincsen olyan hőség, most nincsenek kabócák, de amúgy az is van már itt. Tehát tiszta tengerparti érzés, mert amúgy ma éppen nem, de amúgy forróság van, fúj a szél, kabócák ciripelnek, selymet festünk, teljesen olyan, mint amikor a tengerpartra járunk a táborba selymet festeni. Ez a nyugodtság, itt nem szól a rádió, itt teljesen elmélyül az ember, lelassul, nem csörög a telefon, még a telefonomat is leszoktam némítani. Tehát igazán alkotó és inspiráló környezet, szerintem. Miért éppen a selyemfestésnél kötött ki? Azt mondja, azonnali sikerélményt ad alkotójának. Többféle technikát kipróbáltam, a tűzzománcot például, ami egy jelentős, viszont ott nem látjuk azonnal a színeket. Jött már hozzám olyan nagylány, aki szintén próbálta a tűzzománcot, és mondta, hogy hú, hát ez milyen jó, itt meg ugyanazok a színek lesznek, amit ráteszünk a selyemre. Tehát azonnali sikerélményt ad, és azonnal látjuk az eredményt. Sőt, egy-két óra múlva
hogy egy nap múlva már hordható is az a sál, amit itt megfestenek. A figurális dolgokat most nagyjából azt hiszem kifestettem magamból. Most ezek a festői, a színátmenetek, a kicsit elvontabbak tetszenek, a sálakon főleg. Sálakra nem festek figurális, csak ilyen festői, művészi, kicsit finomságos dolgokat variálva, mindazt a tapasztalatot, amit itt a 13 év alatt összeszedtem a saját festésben. És próbálom ezt másoknak is átadni. Úgyhogy azt gondolom, hogy átadni is azt tudja, aki már megtapasztalta a dolgokat. Tehát kellett az a 13 év ahhoz, hogy olyat tudjak átadni, és amit itt alkotnak nálam a kertbe, az is én ismerem vállalni, hogy igen, ezt nálam festették, mert gyönyörűeket készítenek. A selyemfestéshez mindent Meleg Andrea biztosít, a textilt, a speciális festéket, egyéb kellékeket. Úgy jön ide általában mindenki, hogy már a fejében benne van, hogy mit fog festeni. Tehát ha egyszer volt nálam, akkor legközelebb már benne van a fejbe, meg már gondolkodik rajta, készül lelkileg is, hogy milyen alkotások fognak itt készülni. Bárki jöhet, sőt, ismeretlenek is megtalálnak, megkeresnek, vagy cégek jönnek együtt alkotni, abból is nagyon érdekes, mert látszik, hogy ki a cégnél mondjuk a kereskedő, aki rögtön belevág és pikpak már fél óra alatt kettőt készít, míg a kutató, a tervező az jól átgondolja, és egy óra alatt készít annyit, vagy még annyit sem, mint a kereskedő. Még szervezés alatt van most például az autista gyerekeket nevelő szülők egyesülete szervezi, hogy kicsit kikapcsolódást nyújtson a szülőknek, édesapáknak, édesanyáknak, vagy tehát meg is szervezik maguk, meg megtalálnak valahogy. Meleg Andrea selyemfestőkertje Pécsett az Ürögi határúton található. Aki komolyan érdeklődik a kertben zajló munka iránt, az megtalálja őt.